Énekeljük el a himnuszt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Most pedig megkérném Rácz Róbert, református lelkészt, pár mondat erejéig. Áldás, békesség, szép napot mindenkinek. Tisztelt gazdák! Aki almával foglalkozik, nem csupán egy gyümölccsel foglalkozik. Sokkal többről van szó. Az alma ugyanis kultúráknak, eszméknek, világnézeteknek, városoknak, óriási cégeknek lett jelképe. Az almához gondolkodás, életforma kapcsolódik, amit nem lenne szabad elfelejteni sem az itt állóknak, sem az ott állóknak. Az alma orvosság. Nem tisztem felsorolni számtalan jótékony hatását, de tudjuk, hogy naponta egy alma az orvos távol tartja. A józan észében ezért nem engedheti meg, hogy az amúgy is beteg, megnyomorított világunk ne kaphassa meg a természet legcsodálatosabb gyógyszerét. Aki almát termel, orvosságot ad a világnak, és aki nem képes az árát megadni, beteggé teszi azt. Mi itt mindannyian egy egészséges világban kívánunk élni, és mi már megtettük feladatunkat. A jelenlegi helyzet azonban senkinek egészségét nem fogja szolgálni. Most más is tegye meg kötelességét, hogy gyógyult legyen a világ, és gyógyult legyen a vidék. Az alma az áldás gyümölcse. Alma mater. Így hívjuk iskolánkat, ami hozzásegített ahhoz, hogy emberré legyünk. Az alma mater az értelem helye. És mi hűségesek akarunk lenni volt iskolánkhoz, a tápláló anyához. A latin almus szó jelent áldást, éltetést, jóságot. Mi a munkánkkal és annak gyümölcsével éltetni akarjuk jobbá, és áldásosabbá akarjuk tenni ezt a világot. Tettük ezt így minden esztendőben, csendben és szorgalmasan. Életünknek ez az értelmet, és vannak, akik munkánkat most értéktelennek, áron alulinak tartják, értéktelennek és hitványnak tartva ezáltal munkánkat, fáradtságunkat, létünket, vagyis minket. Az alma a tudás gyümölcse.
Az a közhiedelem, hogy az alma volt, ami megkísértette az első emberpárt. Az alma, ha nem rendeltetésének megfelelően kezelik a kísértés, és a bűnnek gyümölcse lesz. A bűn pedig nem más, mint amikor nincsenek helyén a dolgok. Most nincsenek helyén a dolgok. Az almának nem a fán van helye rothadásig, és nem a fa alatt, vagy a tiszában kell végeznie, mert nem ott van helye. Az alma nélküli pótkocsik, az alma nélküli feldolgozók erről az áldatlan állapotról árulkodnak. Kérünk mindenkit, hogy akik szereplői ennek az egész történetnek, legyenek a helyükön, a helyzet magaslatán, hogy ez a rendezetlen helyzet minél hamarabb rendé formálódjék. Tisztelt gazdák és termelők! Hosszú ideje folyik egy számháború. Biztatásként hadd legyen itt egy vers József Attilától, ami hiszem erőt ad nektek példás összefogásotokban való kitartásban. A számokról. Tanultátok-e a számokat? Bizony számok az emberek is. Mintha sok egyes volna az irkában. Hanem ezek maguk számolódnak, és csodálkozik mód fölött az irka, hogy mindegyik csak magára gondol. Különb akar lenni mindenkinél, s oktalanul külön hatmányozódik, pedig csinálhatja a végtelenségig. Az egy ilyen formán mindig egy marad, és nem szoroz az egy, és nem is oszt. Vegyetek erőt magatokon, és legelőször is a legegyszerűbb dologhoz lássatok, adódjatok össze, hogy roppant módon felnövekedvén az Istent is, aki végtelenség, valahogy megközelítsétek. Mindenkinek üzenjük, mi megtanultunk számolni. Sőt, minket a számok megtanítottak összeadódni. Nem oszthat meg senki, és nem leszünk perc emberek, hogy külön-külön önmagunkat megsokszorozzuk. Mi tudunk számolni, mi tudjuk, mi az a nettó, de tudjuk azt is, mi az a bruttó. Mi tudjuk, mi az az egy meg egy, és azt is tudjuk, hogy mit ér a munkánk. Zárásként még egy kis alma. A legenda szerint Tell Vilmos, mivel nem hajolt meg a Habsburg helytartó bizonyos Hermann Gessler előtt, az lett a büntetése, hogy lője le íjjal fia fejéről az almát. A gyermek a jövő. A hős, ha elvéti gyermekét, jövőjét öli meg. Tell Vilmos józansága, biztos célra tartása megmentette a holnapot, a holnapokat. Mi most ki fogjuk teríteni kártyáinkat. No nem csak azért, hogy elüssük itt az időt, hanem hogy céljainkat nem feledve és nem feladva, megmentsük gyermekeinket, unokáinkat, megmentsük a jövőt, a vidéknek jövőjét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a jó Isten áldjon meg bennünket. Tisztelettel köszöntünk mi is mindenkit a tárgyalóbizottság nevében, és örömmel szeretném bejelenteni, hogy a felhívásunkra nem ezren, hanem ezertől többen érkeztünk, és innen üzenjünk az irodába, hogy ha kell, akkor ezt a harcot folytatjuk sokkal többen, akár holnap is, vagy holnap után is. És látjátok, hogy nem csak gazdák vagyunk sokkal többen, hanem támogatóink is, hiszen több országgyűlési képviselővel, illetve a gazdakörök országos képviselőjével is találkozunk itt a tömögben. Köszönjük szépen mindenkinek a támogatást! És mielőtt köszönteném a hát mögött lévő támogatóinkat, engedjétek meg, hogy külön megköszönjem Bori Vilmosnak, illetve Szakszon Ernőnek azt az elmúlt kéthetes kőkemény munkát, amit a demonstrációban végeztek, és azoknak az embereknek, akik nap mint nap itt vannak a demonstráció Vásárosnaményi, illetve Analcsi telephelyén.
Tisztelettel jelzem, hogyha szükséges, és ennek megtettük a megfelelő lépéseit, igyekszünk a többi üzemet is demonstrációval lezárni. Engedjék meg, hogy akkor kicsit hátra fogok fordulni, hogy kihagyjak valakit, hogy köszöntsem a támogatóinkat. Köszönteném első körben Tilki Attila országgyűlési képviselő urat, aki minden tárgyaláson részt vett. Köszöntöm Simon Miklós országgyűlési képviselő urat, Vinnai Győző országgyűlési képviselő urat szintén, a megyei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés képviseletében Baracsi Endre alelnök urat. Tisztelettel köszöntöm a megyei közgyűlés megjelent tagjait. Szeretném külön köszönteni Rácz Imre Magosz megyei elnök urat, aki mindig kihangsúlyozom, hogy szívinfarktus után van itt mellettünk és közöttünk, aki egyébként élharcosa lenne, csak sajnos a betegség az nem teheti lehetővé. És akkor köszönteném még a, ugye még mindig Vásáros Naminy polgármesterét, Filip Sándor urat. Remélem senkit nem hagytam ki, és egy picit összefoglalt, hogyha megengednek, hogy miért is vagyunk itt, vagy miért itt vagyunk. Azért vagyunk itt Vásáros-Naményban, mert az Austria Juice Kft. Által meghatározott árak, amik mérvadóak a többi feldolgozó számára is. Természetesen mindenki visszautasítja az árkartelt, de azt gondoljuk, hogy ha amit mi itt ki tudunk harcolni, az az alapja minden felvásárlásnak. És ez méltán mutatja azt, hogy a többi üzem sem nyitott ki, nem jött ki árakkal, amíg az Austria Juice-nál nem történik megállapodás. Az egy adalék, hogy 10 évvel ezelőtt is demonstráltunk, és nem tudom, ki emlékszik rá vissza és hogyan, jelenleg nettó 17 forintnál tartunk. Ezelőtt 10 éve, akkor kezdtük el a harcot, amikor 18 forint volt. 18-szor szerettük volna, illetve harcoltuk ki, hogy 24 forint legyen a léalma ára. Múltkor beszéltem már róla, de biztos nem fogják látni a végén. Egy doboz gyufa ára 13 forint. Ezért a doboz gyufa áráért kell egész évben a gyümölcsöst gondozni, ezért kell a napszámosnak, a termelőnek lehajolni a földre, és ezért szerették volna, hogy bevigyük az üzembe az almát. Kikérjük magunknak. Azt is kikérjük, hogy a termelőket megpróbálják befolyásolni SMS-ekkel, amire egyébként mi is gondoltunk és számítottunk. Soha nem volt még példa arra, hogy a feldolgozó üzem bruttó árat küldjön ki a termelőknek. Az egy másik eredmény, közben Ernő súg mellettem, hogy egyáltalán árral értesíti a termelőket. Mindenkinek szeretném elmondani, hogy a SMS-ben kiküldött ár az nem valós. Annak egy részét az állam teszi hozzá, amit ő visszaigényel tőlünk. Visszautasítjuk és kikérjük magunknak azt, hogy ezzel a kommunikációs harccal próbáljanak megosztani bennünket. Aztán amiről nagyon sokat beszéltünk, hogy a nettó kiinduló ár az 13 forint volt, és az első tárgyaláson nagyjából azok a szavak hangzottak el, amelyek 2018. júliusában is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara irodájában, amikor egy asztalhoz ültek a termelők és a feldolgozók, hogy a termelők értsék meg, hogy a világpiaci ár nem engedi meg, hogy a felvásárlási ár magasabb legyen. Mi azt mondjuk továbbra is, hogy az alapanyag ára határozza meg a világpiaci árat, nem nekünk kell alkalmazkodni a nagy tőkéhez, a nagy profithoz, hanem mindenkinek meg kell értenie azt, és vegye tudomásul, hogy az az alap, hogy az a termelő, aki dolgozik érte, annak legyen meg a tisztességes árbevétele. De eddig, amit elértünk, és ezért kell tovább harcolnunk, és ezért kell tovább kitartanunk, be tudtuk bizonyítani azt, hogy nem a 13 forint adja a világpiaci árat. Már 17-nél tartunk. A refajtánál, illetve ezt kiegészítve, hogy a 15 éves szerződéssel megkötött almára viszont tud 2 vagy 3 forinttal többet adni, akkor én ilyenkor megkérdezem, hogy mi a különbség a kettő között, alma és alma között. Megértük természetesen, hogy neki az biztonságot jelent, de hogy mennyire tartja fontosnak a saját szerződésében lévő alma árát,
azt jól bizonyítja, hogy első körben az első emelt árán 15 forintra adott 3 forint pluszt a saját almájára. A második körben, amikor már 17 forintról beszélünk, akkor már csak 2. Nekem ez egyértelműen az jön le, hogy az elmúlt években, vagy évtizedekben a szerződéssel nem rendelkező hagyományos léalmák termelők pénzéből fizette ki a szerződött árat. Továbbra is azt gondoljuk, hogy ezek az árak megalázóak, és meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy kiharcoljuk, de azt nem tudjuk csak akkor, hogyha minden gazda mögénk áll, és ezért is gondoltuk azt szombat délben, és azt kihangsúlyozom, hogy gyakorlatilag 36 óra alatt sikerült összehozni ezt a demonstrációt, és be tudtuk bizonyítani, hogy sokkal többen vagyunk, mint egy hete, és megint csak üzenni tudok felfelé az irodába, hogy ha kell, akkor még többen leszünk, de nem hagyjuk magunkat. És az, hogy ez a demonstráció mennyire fontos és milyen hatásai vannak még, arról beszéljenek a társaim, hiszen minden nap együtt közösen éljük meg ezeket a dolgokat. És tényleg még egyszer utoljára külön szeretném, hogyha megköszönnénk, vagy meg is köszönöm mind a két embernek, mert nagyon sokat tesznek azért, hogy ez a demonstráció az életben maradjon. Úgyhogy mondjátok el, légy szíves, hogy mi a tapasztalat. Hát nem sokat szeretnék én erről beszélni, mert ez nem a mi érdemünk, ez a gazdák érdeme. Ez azoknak a gazdáknak az érdeme, akik 10 éven keresztül nem tudtak egy komolyabb összefogásról, nem tudtak, és ezt kihasználva múlti, minden évben lejjebb, lejjebb és lejjebb, hogy mi az elég. És úgy gondoljuk, hogy ez volt, hogy itt elég, ez a 13, a mai világban itt elég. És ez itt a gazdáknak az összefogásra országos szinten, amit most kapunk több helyről segítséget, nagyon fontos. És ez az egész mezőgazdaságnak, az egész gazdaságnak az összefogása. Hát mi vagyunk magyar földön azért. Nézzünk már szíje. Mit termelni tudunk? Mi mindig csak kapunk valamit, ami jut. Nem tudnak az emberek fejlődni. Hát egy szint van, az alá mindig be kell, hogy menjünk. Én úgy gondolom, hogy ezzel az összefogással egy pár évet késtünk, de ez jó lecke minden gazdálkodónak, hogy az elkövetkezendőben ne hagyja magát, és tartsunk ki. Nagyon szépen köszönöm. Jó napot kívánok, és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagy örömömre szolgál, hogy ahogy nézegesik itt a gazdaköri feliratokat, az ország minden részéről úgy gondolták, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gondolataival, gazdáinak a problémáival a szolidaritást kívánnak vállalni. Még egyszer köszönöm minden elnök úrnak és minden gazdaköri tagnak, aki fáradtságot nem kímélve, akár Székesfehérváron már 4 órakor beültek az autóba, hogy itt lehessenek velünk. Én úgy gondolom, hogy az ország számára ez egy olyan jelzés, hogy a bajban lévő gazdák mellé azért felsorakozik az ország. Én ezt így gondoltam eddig is, hogy ez a kötelességünk. Én nem csalódtam, most örömmel veszem tudomásul, hogy mindenki ezt ilyen komolyan is gondolja. És talán röviden arról, hogy mit is értünk el, és mit szeretnénk elérni. Azt elértük, hogy bebizonyítjuk, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdáknak elég lett, mint ahogy Vili az előbb említette. Elég lett abból, hogy mindig mások eldöntik, hogy amit mi megtermeltünk, az a majd milyen áron tudjuk értékesíteni. 4 évvel ezelőtt, 2014-ben az Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte az illetékes minisztériumnál, és kis ország lévén, és mondjuk azt, hogy nagy megye, nagy tagsága bíró megye, kezdeményezte Brüsszel felé azt, hogy a mezőgazdasági termékeknek is legyen egy olyan ára, ami az önköltség körül van, ami alatt nem lehet már kereskedni. Mondja ki Brüsszel, biztos mind a 28 tagállam fogja támogatni, hogyha egy kiló búzának az előállítása költsége ennyi, akkor az alatt ne kereskedjenek a kereskedők, ne nyereskedjenek a gazdáknak a rovására. Annyit sikerült elérni a 4 év alatt, hogy a mezőgazdasági bizottság tárgyalásra alkalmasnak ítélte ezt a felvetésünket, és most mivel jön majd az Európai Uniós választások, én felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy igenis
azokat támogassuk majd, akik ezt a zászlót vinni akarják ott Brüsszelbe, hogy igenis a mi általunk megtermelt terméknek legyen egy olyan ára, ami alatt nem lehet kereskedni. Ezt jelenthetné most, ha azt mondjuk itt a lejalmára, hogy ez 25 forint ennek az előállítási költsége, akkor ne beszélgessünk itt 17 forintról, mert ennek a költsége annyiba kerül, ameddig ez ide került, hogy be tudjuk itt szállítani a gyárba. Ha ezt mindenki tudomásul tudná venni, el tudná fogadni, akkor én úgy gondolom, hogy nem kellene arról beszélgetni, hogy elköltöznek a falvakból, elnéptelenednek a kis települések, és Szabolcs már Bereg megye pont, ahol a mezőgazdaság ilyen súlya szerepel, még jobban kitette annak, hogy ez a megye nem jó jövőképet tudunk itt felfesteni, ha nem tudunk ezen változtatni. A másik ilyen probléma, hogy ezeknek az áraknak, beszéltünk róla a legutóbb is, ugye lehetne szabni egy több tényezőből álló képre szerint egy ára, amiben beleavatkozik a feldolgozó is, és a termelő is meghatároz egy bizonyos százalékot, hogy mi azt tartjuk fontosnak, hogy az önköltség szerepeljen ebbe a bizonyos 100%-ba ilyen arányban. A feldolgozó nyilván majd a sűrítménynek az árát tolja előre, de kialakulna egy olyan ár, ami azt tükrözné, hogy az a feldolgozónak az akarata is érvényesül benne, illetve érvényesül a termelő is. Nem tudjuk ezt elérni, és most már a mi kitartásokon múlik, hogy a minisztérium ezt a jogi környezetet megteremti a mi elvárásunknak megfelelően, vagy feladjuk ezt a lelkesedést, és akkor minden marad a régiben. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez már nem arról szól most, hogy 17 forint lesz, vagy hogy lesz, vagy mind lesz, és akkor ez is majd a vége felé lesz egy javaslatom, hogy mégis azért törekedjünk a megállapodás irányába, hanem arról szól, hogy a vidék mezőgazdaságának a jövőjén akarunk változtatni, hogy akarunk változtatni, össze tudunk fogni egymásért, hogy a közös szándék érvényesüljön, hogy mindenki járja maga útját, és elvesznek, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még az alma is olyan helyzetbe kerül, hogy én nem is szeretnék róla beszélni. És akkor még egy pár gondolatot arról, hogy a közmunkával kapcsolatosan is, itt is ma reggel is szinte nem tudunk kezet fogni senkivel, hogy Imre, ebbe is belebuktunk. Nem buktunk bele, ha ki fogunk tartani, akkor a jelenlegi kormány van olyan helyzetben, hogy akár egy hét alatt is tudja olyan jogi környezetet teremteni, hogy biztosítsák nekünk számunkra a betakarításhoz szükséges létszámot. Nem olyan elvárhatatlan nagy dolog, ha ezt sokan akarjuk és kérjük a kormánytól. A lehetőség adott, a szándék mi részünkről ki van nyilvánítva. Én úgy gondolom, hogy nem kérünk a lehetetlent. Felhívtuk a figyelmet arra is, írásban én is több alkalommal, hogy soha nem volt képes a mezőgazdasági emberek ebben a rövid időjárás által határolt időszakban a betakarításra. Az idősebbek emlékeznek, hogy az általános iskola felső tagozat, honvédség, a egyetemisták, hát mindenki ott kezdte a mezőgazdaságban, nem azért, mert össze akarta forozni magát a Burgonyaföldön, hanem azért, mert az akkori kormány is úgy gondolta, hogy a betakarítás a haza élelmiszer előállítása egy nagyon fontos dolog. Hát ide kellene csak visszatérni, és az a kérésünk, hogy a betakarítási időszakban csak annyi közfoglalkoztatott legyen az önkormányzatnál, ami az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges. A polgármesterek ezt tudják, hogy melyik településen mennyi az, és a többit szabaddá kell tenni. Ez volt a kérésünk, mikor tavaly október 15-ig ezeket az igényeinket bejelentettük. Az, hogy valakik úgy döntöttek, hogy jövő év 2019. február 28-ig mindenkinek meghosszabbították a szerződését, az egy hibás döntés volt. Meg kell keresni, hogy ki hozta ezt a hibás döntést, vissza kell vonni ezeket a szerződéseket, és szabaddá kell tenni az embereket. Én úgy gondolom, hogy ez egy jogos elvárás. Az megint megérne egy misét, hogy azok az önkormányzatok is meg tudták hosszabbítani február 28-ig, akik mezőgazdasági célú munkára, akinek se gyümölcsöse, se erdeje nincsen. Kíváncsi vagyok, hogy azok a törvényhozók hogy értelmezik azt a jogszabályt, hogy a mezőgazdaságban terület nélkül mit lehet foglalkoztatni mondjuk 100 számra embereket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha a kormánytól azt halljuk nap mint nap, hogy velünk van, akkor itt a lehetőség, kérjük a kormányt, akkor segítsen, és az látszódjon meg abban, hogy ti
együtt mi azt érezzük, hogy igen, már történtek változások. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Üdvözlök én is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Hát jó látni ezt az összefogást, amely nyugodtan mondhatjuk, hogy országos összefogás, és jó látni azt is, hogy nem csak az almatermesztő gazdák vannak itt, hanem bizony szolidaritást vállal velük nagyon sok réteg és nagyon sok ember. Ez egy nagyon nagy összefogás, és biztos vagyok benne, hogy meg lesz az eredménye. Széchenyi István azt mondta, hogy egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Hát ez lebegjen mindenkinek a szeme előtt, és valóban, ahogy Rácz Imre elnök úr elmondta, itt már régen nem erről a jelenlegi helyzetről szól ez a demonstráció, itt arról szól, hogy a jövőt, a magyar gazdatársadalom jövőjét tudjuk most segíteni ezzel, hogyha kitartunk, és megteremtjük annak a lehetőségét, hogy legközelebb ne tudjanak átlépni rajtunk, hogyha ez lenne a cél. Én azt szeretném csak röviden még elmondani, nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni. A megyei politikum az teljes válszélességgel kiállt a gazdatársadalom mellett. Azt hiszem, ez jól jelzi azt is, hogy országgyűlési képviselőrök, megyei közgyűlés és mindenki, aki csak a közéletben szerepel, kinyilvánította már azt az együttműködési és támogatási szándékot, ami azt hiszem, hogy ilyenkor mindenképpen szükséges. És engedjék meg, hogy a szervezőkön túl én megköszönjem dr. Tilki Attila képviselő úrnak is, aki nagyon markánsan és nagyon keményen áll ki a gazdák érdekeiért a tárgyalások során, és erre nagyon nagy szükség van, mert valóban félváról is lekezelve állnak hozzánk sajnos. És amiről még talán nem esett szó, és nagyon fontos, engedjék meg, hogy azt külön kiemeljem, ebben a mai világban, ahol nagyon sokan pályázatokból élnek, hát ez jellemző a gazdatársadalomra is természetesen, és ugye van itt nagyon sok fiatal, akik akár fiatal gazdaként arra adták a fejüket, hogy mezőgazdaságból, almatermesztésből kívánnak megélni, és bizony ezekben a pályázatokban nagyon komoly indikátorokat kell vállalni, és ezeknek az indikátoroknak a teljesítése ilyen árak mellett bizony teljesen lehetetlenné válik. Úgyhogy az ő érdekükben is, valóban a jövő érdekében is tartsunk ki, és vigyük végig ezt a demonstrációt, és még egyszer mondom, nem azért, hogy ezt a jelenlegi helyzetet orvosoljuk, hanem azért, hogy a jövőt biztonságosabbá tudjuk tenni. Isten áldja a magyar gazdákat! Kedves gazdák, köszöntöm Önöket! 10 évvel ezelőtt is itt voltunk, és hogy őszinte legyek, mindenki tegye szívére a kezét, nézzük meg, hogy mire jutottunk ebben az ügyben. Ebben az ügyben semmire nem jutottunk. Mert 10 évvel ezelőtt ugyanitt voltunk a parkolóba, és ugyanúgy követeltük azt, hogy az alma árát emeljék fel. De miután ugye a miniszter úr is kinyilvánította, hogy a gazdákkal van, máskülönben a tarsójunkban pedig van egy olyan elmúlt időszak, amikor a multinacionális cégek megtanulhatták, hogy Magyarországon az összefogástól nem tartani kell, hanem tiszteletbe kell venni Magyarország törvényeit. Most azt akarom mondani, kedves gazdálkodók, hogy a tisztességes multinak helye van az országban, de a tisztességtelennek nincsen. Emlékeznek a 90-es évekre? Amikor a Horn kormány rabló privatizációval eladta az energiaszektort, és eladta az élelmiszer szektort. Tetszenek emlékezni? Áttéltük, és ennek a következménye volt az a tüntetés sorozat, ami itt történt. Most az energiaszektort a kormány és a parlament jóvoltából kézbe vettük. Így van? Ki gondolta volna, hogy a rezsicsökkentést meg tudjuk csinálni? Gondolták volna, hogy az energia ára csökkenhet valamikor? Nem.
De megcsináltuk. És most következik az élelmiszeriparnak a rendbetétele. Ez a véleményem, és ezért mondtam, hogy erünk van hozzá, mert a kormány és a parlament is ezen az oldalon van. És még egyszer aláhúznám, hogy a tisztességes multinak helye van az országban, de a tisztességtelennek nincsen. Gondoljanak a Tigáz dolgára. Csak felvetném önöknek, ugye éppen ezen heteknek, hónapoknak a történései, hogy a magyarok átvették a Tigáz helyét a gázszolgáltatásba. Én úgy gondolom, hogy fent az irodában ebből tanulni kellene, mert amit akarunk itt Magyarországon, törvényesen meg tudunk csinálni. Csak összefogás kell hozzá, és ez az összefogás megvan. Most következik ugyebár az, hogy a magyar gazdákat segítsük azáltal, hogy az élelmiszeriparunkat hazai kézbe, magyar kézbe vegyük. De még egyszer, harmadszor mondom, a tisztességes multiknak helye van. De a tisztességteleneknek nincsen, és ezt megmutatta az energiaszektor privatizációja, ugye? És egy logikai láncszemet, ha megengednek, akkor egyenes következménye annak, hogy teljesen jogosan vagyunk most itt. És követeljük azt, hogy a piaci árat adják ide az almáért. Mert ha nem, akkor azon fogunk dolgozni a képviselőtársaimmal, hogy az olyan cégek, akik nem tudják, vagy nem akarják, mert olyan éhesek a profitra, hogy már nem tudják, hogy hol tartanak, az önök meg a mi zsírunkon, csak úgy zárójelben megjegyzett, akkor nincs helye nekik itt. Mert igenis a gazdáknak, akármilyen nehéz ez, kedves barátaim, és most tegyük másodszor a szívünkre a kezünket, nem akarunk szövetkezni, de nincs más. Most is, ha eredményt el akarunk érni, össze kell fogni. Ha önök azt akarják, azt akarjuk, hogy normális ára legyen a magyar léalmának, akkor igenis a gazdáknak össze kell fogni, és az almalé ügyben lépéseket kell tenni. Az nem működik, hogy külföldi kézben lévő üzemek határozzák meg Magyarországon ennek a stratégiai ágazatnak az alapárait. Ez alapvető nagy hiba, és kérem itt is a képviselőtársaimat, hogy fent Budapesten próbáljunk lépéseket tenni az energiaszektor rendbetétele után, most már az élelmiszerszektor következzen. És ennek, kedves barátaim, önök elsősorban a nyerői lesznek, hogyha ezt támogatják, és ezt keresztül tudjuk vinni. Köszönöm. Nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm a demonstráló gazdákat, és nekem eszembe jutott képviselői esküm, harmadszor sikerült nyerni egyéni választókerületet, és ott Tiszabercen, Rakamasz környéke is, Ibrány környéke, jelentős almatermelő vidék, és nekem egy jutott eszembe. Amikor mi letettük a képviselői eskünket, azt mondtuk, hogy az embereket kell képviselni. Azokat a magyar embereket, akik tisztességes munkából akarnak megélni. Az almatermelők, meg a mezőgazdasági ágazatban dolgozók ilyenek. Mert én egy paraszt családból származom Nyírtelekről, és mindig azt láttam a mezőgazdaságban, hogy sokat kell dolgozni, és ha sok termés van, akkor mindig nyomják lefelé a kereskedők az árat, ha kevesebb van, akkor mindig magasabb egy kicsit. Most nem közgazdasági kategóriát mondtam, mert én szeretném azt folytatni, amit Simon Miklós mondott, hogy most ugyan a léalma felvásárlási áráról van szó látszólag, de nem erről van szó. Arról van szó, hogy a magyar vidék életképes lehet-e,
azzal, hogy az emberek itt termelni akarnak, hogy a fiatalok, a fiatal gazdák belevágnak a mezőgazdaságba, itt maradnak, nem hagyják el ezt az országot, és akkor megpróbálják őket egy ilyen nevetséges árral megalázni. Engedjék meg nekem, hogy egy dolgot szóljak az összefogásról, mert Simon Miklós ezt jól mondta, hogy az élelmiszeripar következik, remélem, és ezért tenni fogunk a parlamentbe, illetve az agrártárcával való tárgyalásnál is, hogy az összefogás nekünk, magyaroknak mindig egy kicsit nehezebben megy, de hogyha van egy ilyen, ilyen esemény, ilyen megrázó esemény, mert itt most már a bőrünkre megy a játék, mert egyszerűen kiszolgáltatott helyzetben vannak a gazdák, hiszen diktálja a feldolgozó az árakat, és gyakorlatilag nem tudunk ezzel, illetve csak azt tudjuk tenni, hogy nem adjuk ennyiért oda a léalmát, nem adjuk oda a termést ennyiért, hogy az összefogásnak van egy szintje, amikor azt mondjuk, hogy mi tisztességesen dolgoztunk, a kormány vagy az egyéni képviselők azt mondják, hogy munkára alapozott társadalom kell, minden nap ezt halljuk, és a multi pedig azt mondja, hogy csak ennyit adok. Én arra szeretném önöket kérni, hogy mi kitartunk, egyetértek a képviselőtársammal, aki azt mondta, hogy az élelmiszeripart rendbe kell hozni, itt mindenkinek megvan a maga szerepe, a kamarának, a tárcának, a képviselőknek, a gazdálkodó, és leginkább a gazdálkodóknak, hogy ne adják föl, ne adják föl, ne keseredjenek el, mert én azt gondolom, hogyha a lábunkra állunk, hogyha kiállunk magunkért, akkor eredményt tudunk elérni, akár rövid távról, akár hosszú távról beszélünk. Úgyhogy én azt szeretném önöknek mondani, hogy a megyei országgyűlési képviselőként számíthatnak rám a tárgyalásban, és úgy érzem, hogy közöttünk is van már egy olyan összefogás, Tilki Attila, aki a térség országgyűlési képviselője, mindent megtesz azért velünk együtt, hogy egy tisztességes, elfogadható felvásárlási árat alkotjunk ki. Köszönöm szépen! Tisztelten köszöntöm a jelenlévő gazdákat, és nem csak mint megyei közgyűlési képviselő, hanem elsősorban mint gazda is. Ezelőtt, vagy 5-6 évvel azt mondta a nagyfiam, hogy ő valószínű, hogy agrármérnök szeretne lenni, jó ez a vidék, jó ez a vidéki munka, és én azóta lettem gazda. Úgy gondoltam, hogy ha az egyik fiam a négy közül, a másik a három az lány, azt gondolja, hogy nem elmegy, hanem itt marad vidéken, akkor valami biztos jövőt kéne neki teremteni, és mára van 8-9 hektár gyümölcsösünk. Ez a biztos jövő úgy néz ki, hogy nem lesz meg. Nagy a tét. Olyan ez, mint egy koncert. Itt az előadás zajlik, elmondjuk a magunkét, megdicsérjük a közönséget, csak ez nem olyan mulatságos. Ez itt egy kicsit komolyabb, nem szórakoztató, és nem ilyen felüdítő, hanem arról szól, hogy lesz-e ezeknek a fiataloknak jövője itt Magyarországon. Lehet azt akarják a multik, hogy ne legyen. Lehet azt akarják, hogy elég sok kertészeti gép kikerült fiatal gazdákhoz, meg idősödő gazdákhoz, hiszen a gazdatársadalom öregszik, ezt tudjuk. El kéne venni a kedvüket. Ez erről szól. Nemrég, ezen a hétvégén vendégül láttunk egy 31-nehány fős osztrák karitás csoportot. Itt volt velük a Sönbor püspök úrnak a segédpüspöke is. Tegnap utaztak el. Megmutattam nekik, a sógoroknak, ők azért ilyen keresztény demokrata beállítottságú emberek voltak túlnyomó részt, megmutattam, mi zajlik itt. Azt kérdezték a prominensei a csoportnak, hogy tudjuk-e, milyen bank áll mögötte. Hát gyorsan rákerestünk, nem tudom, nem is foglalkoztunk vele. Hát a Raiffeisen. Azt mondja, akkor értik. Akkor értik. Nem mondom tovább a gondolatot, gondolkodjanak el rajta. Tehát az biztos, hogy erre a magyar léalmára szükség van. Ezt meg fogják venni. A kérdés csupán az, hogy ki zsebébe marad benne az a haszon, amit megérdemel, a gazdánkéba, vagy a feldolgozóéba. Ez a kérdés. Százszónak is egy a vége, ha engedünk a megfelelő kompromisszummal kialakodott árból,
akkor mi veszítünk. Akkor nehéz lesz talpon maradni. Nem lesz kedvük a fiataloknak gazdálkodni. Ha viszont nem engedünk, akkor soha nem látott módon megmarad az összefogás. Ilyenre még nem volt példa. Én általában nem nagyon járok tüntetni, de mikor már csordul a pohár, akkor ott vagyok. Tehát itt is itt vagyok polgármesterként is, termelőként is elsősorban. És higgyék el, az én véleményem szerint a jövő jótét, és nem már a miénk idősödő gazdáké, hanem a fiainké és a gyermekeinké. És Tamás Áron gondolatával engedjék meg, hogy befejezzem. Úgy írt, Farkas Laka híres szülötte, gondolom sokan ismerik, a madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége. Tegyük be a kötelességünket és tartsunk ki. Én is nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, Ajak város polgármestere, Kerekes Miklós beszélt az előbb Önökhöz. És hát ugye sokféle érzés kavarog az emberben. Gazdákról beszéltünk, de én azért hagyj köszöntsem. A térségből nagyon sok polgármester van itt Önök között. Hiszen a települési vezetők számára is nem csak Miklós, hanem a sorok között is ott vannak a térség polgármesterei. Hiszen számunkra is fontos, hogy mi lesz, számukra is fontos, hogy mi lesz a saját falujukban dolgozó gazdákkal. Mint emberek különbözőek vagyunk, én többször itt voltam, szinte minden nap, és mindig vitáztunk egy kicsit a közmunkáról. Én úgy gondolom, ne vigyük most ebbe az irányba. Ez egy bonyolult kérdés. Nyilván gazda aspektusból is meg lehet közelíteni, polgármesteri aspektusból is meg lehet közelíteni, de lehet jó megoldást találni, de úgy nem menjünk előre, vagy úgy nem megyünk előre, hogyha egymás ellen fordítjuk ezeket a csoportokat. Azért sem menjünk előre, mert erő kell. És én szeretnék gratulálni a tárgyalásban résztvevő gazdáknak, és Jakab elnök úrnak is, aki éppen most Lengyelországban van, mert higgyék el, nem könnyű. Tehát többször vettünk már részt én magam is különböző nehézségű tárgyalásokon, de ahogy Miklós elmondta, és egyébként itt is elhangzott a megelőző tárgyaláson, annak a bizonyos banknak az említése, aki a Agrana vagy Austria Juice mögött van. Van egy tábla mögöttünk, amiben azt írjuk le, azt írták le Önök, hogy a magyar alma az nem olcsóbb, mint az osztrák alma. Én a tárgyalások folyamán többször elmondtam a itteni cégképviselőnek, az osztrák úriembernek, hogy biztos információm van ausztriai képviselőtársamtól, ott, ahol az Agrana központja van, hogy megközelítőleg a duplájáért, vagy közel a dupla megajánlott árért veszik kint Ausztriában a almát. Erre mindig az volt a válasz, hogy de hát az osztrák alma az más, mint a magyar alma. Azért mondtuk, hogy azért írták oda Önök, hogy az az alma is ér annyit. A magyar alma is minimum ér annyit, mint az osztrák alma. Ugye van egy rövid távú feladat, hogy most mit tudunk csinálni. Meddig tudjuk folytatni a tárgyalást. Két nagyon kemény tárgyalás után vagyunk túl. A szombati tárgyaláson ultimátumszerű, így fogalmaztam akkor is, amikor kijöttünk az üzemtől, egy ultimátumszerű feltételt kaptunk a tulajdonostól, amire mindannyian fölháborodtunk, de valahogy érezhető, hogy megegyezésre törekednek. És itt én úgy gondolom, hogy talán okosnak és bölcsnek kellene lenni mindenkinek, hogy mi az az ár, ami még megfelelő lehet mindenki számára, és az csak egy későbbi feladat, hogy tisztességes vagy tisztességtelen multiról beszélünk. Én többször elmondtam nekik, hogy a stratégiai megállapodás értelmében a vitás kérdéseket baráti módon kellene rendezni, de minden, ami nem estünk egymásnak, most ne értse ezt félre senki, de nagyon kemény tárgyaló fél van az asztal másik oldalán, és hát az érezhető volt, amikor egyeztetést kértek, mi úgy éreztük, amikor még Jakab elnök úr is itt volt, de akkor is, mikor János vezette Willivel a delegációt, és hárman voltunk bent, talán hajlik az osztrák fél megállapodásra,
aztán egy videokonferenciával beszélgettek a tulajdonosokkal, és a tulajdonosok azt mondták, hogy nincs mozgástér, aztán mégis lett 2 forintos mozgástér. Én úgy gondolom, hogy neki kell futni még egyszer, mert ugye nyugodtan megkérdezhetik, jó, itt most beszéltünk, de mi a következő feladat? Szerintem újból át kell gondolni, hogy hogyan folytatjuk tovább a tárgyalást, és ahogy jól tudom, most éppen Jakab elnök úr kint van Lengyelországban, és nyilván figyelve a lengyel eseményeket is, itt okosan önök, érintett gazdák, alakítsanak ki álláspontot. Nekem nincs egy darab almafám sem. Én nem szeretnék játszani senkinek a pénzével. Ez az önök döntése kell, hogy legyen. Én országgyűlési képviselőként azt tudom ígérni, ami egy hosszabb távú megoldás lehet, amiről Simon Miklós képviselőtársam és győző is beszélt, hogy nekünk, megyei képviselőknek az a dolga, hogy a élelmiszeripar újból magyar kézre juttatásánál játszunk olyan szerepet, ami a térségben élő, mezőgazdaságból élő gazdák, mezőgazdaságból élő emberek számára fontos. Ehhez kérünk kitartást, ehhez higgyék el, megvan az erő, és megvan bennünk az energia. Sok beszédnek sok az alja, én be is szeretném fejezni, mert közben itt nézek a többiek, hogy lesz akkor telefonos kapcsolat. Jó? Oké, akkor még egy vendégünk megérkezett, és átadom a szót. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagy tisztettel köszöntök mindenkit, mind a demonstrációs bizottságot, mind az eddigi a kiállásokról biztosító országgyűlési képviselőket, választott tisztségviselőket. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Én ifjú Huba Imre vagyok, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelős országos alelnöke. Az az alelnök, akihez a termelői együttműködések tartoznak, és a termelői együttműködések keretén belül többek között az ilyen típusú problémák felkarolása és megoldása is a kamarára is tartozik. Tehát nem csak a termelőknek az ügye, hanem hogyha a kamara eddigi 5 éves tevékenységét figyeljük, már az elmúlt 5 évben is azon dolgoztunk, hogy többek között az ilyen feldolgozó üzemek úgy tudjanak korszerűsíteni, amivel korszerűbb technológiával, költséghatékonyabban tudnak készterméket előállítani, és hogy a termelőnek a magyar adófizetők pénzéből is létesült feldolgozó üzem korszerűsítésnek a termelők is látják az előnyeit. A termelőnek azt az előnyt kell éreznie, hogy egy korszerűbb üzem, egy korszerűbb feldolgozási technológia költséghatékonyabb, és ezért ő az árujáért, itt jelen esetben az almáért, a réalmáért többet kaphat. Ha valaki korszerűtlen technológiával dolgozik, és a korszerűtlen technológiára fogja, hogy a világpiaci árhoz csak úgy tud igazodni, hogyha ezzel a termelőt sarcolja meg, és a termelővel fizettetni meg a korszerűtlen technológia hátrányait, azzal mi nem tudunk egyetérteni. Főleg akkor nem, amikor azért dolgoztunk az elmúlt 5 évben, hogy az élelmiszeripar üzemek korszerűsítésére szánt keretösszeg duplázódjon meg, hiszen nekünk termelőknek az az alapvető érdekünk, hogy korszerű üzemek legyenek Magyarországon, amik költséghatékonyan működnek, és nekünk termelőnek több marad az árunkra. Az, hogy a léalma feldolgozásához szükséges legfontosabb alapanyag maga a léalma. A léalma termelője a legfontosabb partnere kellene, hogy legyen egy ilyen üzemnek. Azt látjuk, hogy Európában mindenhol magasabbak a felvásárlási árak, és ugyanennél a probléma körnél maradva, ez talán arra is enged következtetni, hogy a magyar termelővel fizettetjük meg a nyugat-európai életszínvonalat. A magyar termelőnek kell a vérét áldoznia és a forintjait áldoznia arra, hogy azok a profitok, azok a portfóliók, azok jól működjenek a nyugat-európai befektetők részére. Kérem szépen, amikor 4 évvel ezelőtt itt voltam, akkor arról beszéltünk, és arra láttunk kezdeményezést, hogy van együttműködési hajlandóság a Szabolcs-megyei gazdákban, különösen az almatermelőkben. Önök olyan kitett piacon dolgoznak, ahol évről évre meg kell küzdeniük az éves problémákkal, a növénytermesztési, a betakarítási és az értékesítési problémákkal. Egyrészt nehéz hozzájutni a földhöz, nehéz hozzájutni a kiváló minőségű szaporítanyaghoz, nehéz azt jó minőségűre megtermelni, és majd aztán az értékesítéskor minden eldől, hogy mennyi értelme volt ennek az egésznek. Én magam is annak a pártján állok, hogy ami elindult itt önök között, 4-5 évvel ezelőtt, az az együttműködés az végre érjen be, legyen gyümölcsöző, legyen egy olyan együttműködésük, amiben önök a tulajdonosok, saját maguk, az integrátoraik, a saját terméküknek.
ez a saját tulajdonú integráció tudja azt megteremteni, hogy önök függetlenné válhatnak a világpiaci folyamatoktól, mert olyat még nem láttunk, hogy a Leama felvásárlási ára valamiféle összeköttetésben lett volna a sűrítmény árával, vagy a feldolgozott termékével. Valahogy, ha a Sertéspest is hatással volt a sertéshús élősertés felvásárlási árára, de a rántott szeret soha nem lett olcsóbb az étteremben. Erre kell önöknek is koncentrálniuk, ezt a lehetőséget nem szabad elengedniük. Ebben az összefogásban rejlő lehetőséget nem szabad kiengedni a kezükből, hiszen csak ezzel fognak tudni a jövőben is élni, hogyha akár a feldolgozó üzemmel szemben, akár pedig, hogyha saját tulajdon integrációt hoznak létre, mind a felvásárlásra, mind a termelésre, annak az integrációjára és a feldolgozott termékek értékesítésére, akkor nincs az, aki önöket a piacról kiszorítsa. Közvetlenül a fogyasztóval kell kapcsolatba kerülni. Közvetlenül azokkal, akik a további felhasználói, az önök alaptermékéből készült félkész terméketnek. Ha ezt meg tudják valósítani, itt van több ezer ember velem szemben, nem hiszem, hogy képtelenek lennének rá. Azt gondolom, nagyon is megvan hozzá az erejük is, és áldozatot kell hozni. És nem ezen az oltáron, nem a multi oltárán kell meghozni az áldozatot, hanem azon az oltáron, hogy a saját kezükbe vegyék az életük fonalának a görgetését. A jövőben senki nem kényszerítheti önöket térdre. Senki nem kényszerítheti önöket a falhoz, nem szoríthatja önöket sarokba, pusztán azért, mert neki van egy elképzelése az alma felvásárlási áráról. Fogalma sincs egyébként ennek a felvásárlásról. Meg vagyok róla győződve, hogy a világpiacon más termelőnek mennyi veszteséget okozna, hogyha ugyanilyen áron próbálná rákényszeríteni a felvásárlási árat. Fogalma sincs róla, de nálunk van fogalom. Önök érzik a bőrükön, nem hajlandóak bemenni az ültetvénybe, és nem hajlandóak felszedni az almát, és nem hajlandóak beszállítani. Azért, mert önöknek van fogalmuk róla. Arról is, hogy mekkora az erejük az összefogásban, de arra is, hogy mekkora veszély fenyegeti önöket, hogyha az összefogás a végén nem fog egy késztermékig eljutni, amivel közvetlenül a fogyasztóhoz fognak tudni fordulni. Aki létesít egy kis pici lézemet, az tudja, hogy 3-4-500 forinton is lehet értékesíteni az almalének literjét. Ehhez képest tényleg megalázó, akár hogyha 30 forint alatti léalmáról beszélünk. A fölött kell, hogy legyen a fedezeti pont önöknek, és meggyőződésem, hogy ebből a jelenlegi világpiaci árból akár 30-35 forint is kiárhatna önöknek. Én sem tudom önök helyett dönteni. Én sem tudom azt mondani, hogy milyen áron állapodjanak meg, és ebben az évben ki fog terülni, hogy mekkora ez a falat, és hogy ki tudja lenyelni, vagy ki az, aki ezt meg fog folytani. Úgyhogy forduljanak nyugalommal, bizalommal egymás felé, és egymástól is kérjék azt a fajta megerősítést, ami az egymáshoz fűződő viszonyunk, a közös sorsuk, a sorsközösségük által megpecsételt jövőjük, és ebben a jövőben pedig számítsanak ránk is, akár az országgyűlési képviselőkre, akár pedig a kamara választott tisztviselőre. Ez a dolgunk, hogy önökért dolgozzunk, de ehhez kellenek önök. Ehhez kevés az, hogy évről évre visszajöjjünk és elmondjuk, hogy mi a problémánk, ha nincs egy olyan erő mögöttünk, amiből fel tudunk állítani egy alternatívát. És ha az élelmiszeripar rendbetételéről van szó, akkor nagyon komolyan kell venni, hogy ezentúl nem azoknak az üzemeknek a korszerűsítésére kell adni a pénzt, ami eddig is elvette a termelőtől a maga profitját, hanem azoknak az üzemeknek kell adni a pénzt, ami lehetőleg a termelői tulajdonú integráción, a szövetkezésen, vagy az együttműködésen, vagy egy közös cégen, de a termelők széles bázisaira alapozva teremti meg mind a tőkéjét, mind a forgóeszközeit, mind pedig a végtermék piaci jutásához szükséges feltételeket. Ehhez kívánok önöknek nagyon sok erőt, kitartást. Itt vannak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdák, és az ország összes többi megyéből érkezett gazdákkal együtt, és kamarai választott tisztségviselőkkel együtt. Ez a dolgunk, hogy itt legyünk önökkel, és a sorsközösségben osztozzunk. Nem megyünk el addig, amíg nem lesz megoldás. Nem megyünk el addig, amíg önöknek nem lesz végre megnyugtató jövőképük. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ahogy már korábban is szó esett, Jakab István Lengyelországban van, és közben technikus kollégákra is nézek, hogy készítsük elő az élő bejelentkezést, és amíg ez lebonyolódik, addig átadnám a szót Szakszon Ernőnek, mert ő is csak hozzá szeretne szólni a mai naphoz. Köszönöm szépen! 2 hete kezdtük meg ezt a demonstrációt, és akkor a kiinduló pontunk az volt, hogy ennek akkor van értelme, nulla a beszállítás. Mindig megkezdődik a beszállítás, és mindig megosztódik a gazdatás, nullára lesz egyenlő.
Azért a két heti létszámhoz képest szerintem most legalább ötször egyen vagyunk, de ez még mindig kevés. Tehát mindenki, én azt szeretném mondani, hogy mindenki keresse meg még azokat, akik bizonytalanok, hogy ne kezdjék meg a betakarítást, ne szedjek, ne osszuk meg a gazdatársadalmat, és csak úgy van esélyünk rá. Itt vannak most a kormány és a parlament képviselői, ebben viszont kérünk segítséget. A két hét eddigi legnagyobb konfliktus helyzetei azokból adódtak, hogy mi lesz azokkal a korai almákkal, amik ugye már betakaríthatatlanok. Tehát szerintem ezt a falugazdász hálózaton keresztül fel lehetne mérni, és ennek a jogi hátterét, rendeletét biztos, hogy meg lehetne, ha van szándék, és úgy látom, hogy van szándék, akkor ezt napokon belül meg lehetne oldani. Tehát akkor tudunk mi kitartani Anarcson, Vásárosnaményben, most már mai naptól Mátészalkán, Nyírbadán, Baján és Nagykállóban is, hogyha nincs beszállítás. Hát gyakorlatilag én szerettem volna. Még annyi picit türelmet hadd kérjünk már, hogy Jakab elnök úr tárgyaláson van. 2 perc, úgy látom a technikának, hogy ezt meg tudja oldani, ezt a 2 percet. Addig mindenféleképpen szeretném azt elmondani, hogy nagyon sokan megkérdezik tőlünk, tárgyalóbizottság tagjaitól, hogy miben egyeztünk meg. Vagy miben fogunk megegyezni. Ki szeretném jelenteni mindenki előtt, hogy mi semmiben. Önökkel együtt fogunk megegyezni. Tehát, ha egy bármilyen árajánlat érkezik, mi azt tolmácsoljuk. Önök, ti felétek, és hogyha mindenki rábólint és úgy látja, hogy lehet tovább lépni, akkor fogunk egyességet kötni. De azt elmondtuk igazgató úrnak is, hogy bármilyen egyesség születik, az egyesség tárgya csak az lehet, hogy minimál árat határozunk meg, tehát nincs az a trükközés, ami minden évben eljátszódik, hogy aztán leviszik az alma árát, vagy esetleg leosztályozzák, megosztályozzák, és úgy törik meg. Szeretnénk ezt papírra is vetni természetesen, mert szó elszáll, írás marad, és ebben majd segítséget kérünk természetesen a jogi háttérrel kapcsolatban, mert arra nagyon vigyáznunk kell, hogy olyan szavak, mondatok ne kerüljenek bele, amelyek aztán ezt a szerződést, ezt a megállapodást megszüntethetik. Az biztos, hogy egy picit csak az időt húzom, hogy nem a jelenről beszélünk, ezt mindenkinek meg kell értenie. És én most kezdeményezem is Rácz Imre elnök úrra, és többször beszéltünk már erről, itt van a kamara országos alelnöke is, hogy mi azt gondoljuk, hogy egyedül a kamara szervezete, rendszere képes arra, hogy összegyűjtse a gazdákat, és arra is kérek mindenkit, hogy az idén már nem lesz rá lehetőség, de kezdjük el a szezon után, a jövő év elején, és közösen ajánljuk fel, vagy tegyük be egy közös alapba a termékünket, az almát. És onnantól kezdve már júliusban, augusztusban egy ember, egy rendszer, egy csapat tud tárgyalni több tízezer embernek a jövőjéről. Addig, amíg megosztanak bennünket, mindenki egyesével rábólint, nem bólint, egyetért vele, vagy csak megpróbálja egyedül kikényszeríteni a magasabb árat, nem fogunk előre jutni. Tehát én kezdeményezem is a kamara felé, hogy ezt dolgozzuk ki a következő év elejéig, és akkor amiről Rácz Imre elnök úr is beszélt, nagyon egyszerű ez a képlet szerintünk, van egy átlagos termésmennyiség per hektár. Erre az átlagos termésmennyiségre ki tudjuk nagyjából számolni, és a képlet tényezői, összetevői lehetnének azok, hogy mennyi a jelenlegi termés, mennyi ennek az átlagos költsége, mi a piaci ára a sűrítményen, és akkor még egy pár tényezőt felsorolhatnánk, és ebből a képletből évente szinte egy-kettő tényező változhat. És az alapárakat már le tudnánk fektetni július elején, vagy július végén. Mindenki tudná azt, hogy mennyi az a minimum, nevezzük önköltségi árnak, amely alatt nem adjuk oda az almát, vagy amely alatt ne is kínáljanak érte felvásárlási árat. Mi ezt természetesen tolmácsoltuk az igazgató úrnak is itt Vásárosnaményben. Nem igazán tetszett neki a dolog, természetesen, de valóban azt gondolom, hogy csak az összefogás és a együtt gondolkodás az, ami előre visz bennünket, hogy mennyire megerősíti ezt a kezdeményezésünket, az a példa is, és most Vilire nézek, hogy
hogy amikor igazgató úr felé jeleztük azt, és aki itt volt, most már 16 nappal ezelőtt, vásáros neményben, elkezdtük összefelé írni azt, hogy kinek mennyi mennyiségű ipari alma mennyisége van, amit hajlandó nem beszállítani a feldolgozó üzembe, addig, amíg nincs megállapodás. És az 80 ezer tonna volt, az nem egy kicsi mennyiség. Amikor ezt a számot Vili barátom kimondta, akkor azért ő is összeláncolt a honlókát. Ezt bemondom, hogy Jakab István már vonalban van. Hogy nem sokára élőben. Ez nem kicsi mennyiség, nem ennyien vagyunk most már sokkal többen vagyunk. A lengyelországi helyzetet. Összefogás kell, és azt bízzuk rá egy szervezetre, meglátjuk, hogy ebben milyen lehetőségek vannak. Aztán még olyan probléma is felmerült, itt közben beszéljük azért nyíltan a dolgokról, hogy ugye vannak itt biotermelők is, akik valamilyen szinten kárt szenvedtek azáltal, hogy a nem megfelelő állat kínált fel a feldolgozó, és nem tudták beszállítani a termékeiket. Biztos lesz valamilyen megoldás rá. Én ebben országgyűlési képviselők, vagy akár a kamara segítségét is kérem, hogy erre találjunk majd megoldást, de ha mindenki nagyon egyszerű matematikával kiszámolja azt, hogy nem beszélek számokról, egy lényegesen magasabb áron tudjuk felvásároltatni az ipari almánkat, akkor mindenkinek meg fog térülni az eddig keletkezett kára, de erről majd mindenkiről külön-külön egyeztessünk, és akkor most szóltak a kollégák, hogy Jakab István elnök úr, alelnök úr most már vonalban van. Tudjuk kapcsolni? Akkor elnök úr, tiéd a szó. Halló. Halló, tiszteletre köszöntök mindenkit. Lengyelországba tegnap érkeztünk meg. Lengyel gazdákkal találkozunk. Most éppen egy lengyel gazdának az irodájában ülünk. És arról tárgyalunk, hogy hogyan lehet azt az árat kialakítani, ami már mindenki számára elfogadható. A helyzet az, hogy Lengyelországban még nem kezdődött meg a szezon. Lengyelországi árat, amik eddig ismertek, azok a szezon előtti gyenge minőségű árúra vonatkoznak. Tehát nyilván itt is csúsztatott a feldolgozó akkor, amikor erre próbált hivatkozni. Az elkövetkező időben, és ma még folytatjuk a találkozók a gazdáktól, feldolgozókat fogunk meglátogatni, találkozók a lengyel parlament biztonsági bizottsága elnökével. Arra törekszünk. Halló? Nem tudom már közelebb, tehát arra törekszünk, hogy érdemben egyeztetve ne hagyjuk magunkat megzsarolni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly és nagyon összefogott intézkedést igényel. Egy tudunk érni a multikkal szemben, amennyiben közösen együtt ki tudunk tartani. Azt tudjuk, és ez egyértelművé vált itt is, hogy a multik minden egyes feldolgozóra próbálnak nyomást gyakorolni. Azt a romboló munkát, amit nálunk megcsinálta az Austria Juice, ugyanezt akarja Lengyelországban megcsinálni, ugyanezt folytatja mindenhol, ahol üzemei vannak. Úgyhogy nincs más lehetőségünk, mint az, hogy kézbe venni a saját sorsunkat. Azt hiszem, az elkövetkező időszak erről fog szólni. Ma mindenképpen meg kell találni valamilyen megoldást. Gondolom, hogy a kollégák be tudnak menni, a vezetőkkel tudnak tárgyalni, amennyiben ők is akarnak. Nyilván a kormány tájékoztatni kell erről a helyzetről. Én a magam részéről minden információt összegyűjtök, és egyeztetek azokkal a lengyel gazdaszervezetekkel, akik érdemben tudnak hatással lenni az itteni árakra is. Én eredményes munkát kívánok, és remélem, hogy a... Már...
Köszönöm. Vásáros Tanányból jelentkeztük az Ausztria Juice, illetve a Lézen parkolójából. Köszönjük, hogy velünk tartottak.